Hol terem a barátság? Hekker Lali Hekker Lali az erdő melletti völgy mélyé lévő kis tóban lakott. A magának való halszak területe a számítógépek és az internet világa volt. Folyton a gépet bújta, de Zabol a Zoli barátja kérésére fogadta az erdei iskolásokat egy kis továbbképzésre. Üdv, Cimboral! Alig vártuk, hogy találkozzunk veled. Köszöntötte Zoli. Jó napot, Hecker bácsi! Kiabáltak messziről a gyerekek. Sziasztok! Tátogott Hecker Lali. Mire vagytok kíváncsiak? Hogyan kell távoli számítógépekhez kapcsolódni? kérdezte Róka Miki. Hogy csinálhatok e-mail fiókot? Érdeklődött nyúl Lilla. Tényleg be tud törni bármilyen rendszerbe? Szegezte neki a kérdést Medve Matyi. Áj, áj, áj! Kiáltotta a hack, az informatika nagyágyúja. ágyúja. Kezdjük az elején! Mit teszünk, amikor bekapcsoljuk a számítógépet vagy a tabletet? Kérdezte. Megnyomunk egy gombot. Vonogatta a vállát, nyullilla. Igazad van, de ha azt szeretnénk, hogy a géphez csak az férjen hozzá, akinek mi engedjük meg, jelszóval kell védeni mindent. Belépéskor érdemes jelszót beállítani, a wifi hozzáférést is jelszóval kell védeni, ha a vezeték nélküli rendszert használtok, melyet egy router, vagyis internet megosztó segítségével tudtok elérni. Az azt jelenti, hogy nem kell vezetéket dugni a gépbe, hanem rá tudok csatlakozni a netre? Kérdezte Macska Vanda. Igen. Csak a gépeden kell beállítani a wifi elérhetőséget, de meg kell tanulni, hogyan lehet az interneten veszélytelenül barangolni. Miért? Mi történhet? Én csak zenét szoktam hallgatni. Csodálkozott medve, Matyi. Az oldalak tele vannak hirdetésekkel, ha rákattintotok, vírus telepíthettek a gépetekre. Ez is pont úgy működik, mint az igazi kórokozó, akár tönkre is teheti a gépet. Az is előfordulhat, hogy kívülről behatolnak a gépetekbe, és akár irányítani is tudják azt. Ez megtörténhet akkor is, ha letöltötök egy ismeretlen fájlt, például zenét. Fontos, hogy jó vírusírtó legyen a gépeteken. A tűzfal, így hívják a rendszervédelmet, ugyanis nem engedi át ezeket a kártékony programokat. Ez meredekebb, mint gondoltam. Ámuldozott fifika a kígyó. Mi a helyzet a közösségi oldalakkal? Érdeklődött Róka Miki. Ott is jelszóval kell védened az oldalt. Majd ha eljön az ideje annak, hogy egyedül is regisztrálhatsz mondta Hekker Lali. Még nem lehet önálló profilod, mert túl fiatal vagy. Ezért kell megtanulnotok mindent, mielőtt önállóan használjátok az internetet. Zárta le a beszélgetést, Zabola Zoli. Köszönjük, Lali! Viszlát jövőre!